Jó estét kívánok! A Menedzser Szövetség nevében sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Köszönjük, hogy egy csütörtök kora este bizalmat szavaztak most induló COVID Extra online párbeszéd sorozatunknak. Én Seres Nikolett vagyok, a Telenor belső kommunikációs osztályának vezetője, és Budai Kolarik Tíma, a Menedzser Szövetség ügyvezető igazgatójának felkérésére engem ért a megtiszteltetés, hogy ezt az online esemény sorozatot moderálhassam. Mától november hónap minden csütörtökén este 5 és 6 óra között COVID Extra, avagy hogyan tudunk felkészülten menedzselni, csapatokat vezetni a bizonytalanságban címmel, minden héten egy-egy nagyon aktuális és naprakész témát dolgozunk föl beszélgető partnereimmel, akik minden alkalommal a téma hiteles képviselői. A jelenlegi pandémiás helyzetben és a gyorsan változó környezetben maga az összefogás, a tudásmegosztás, a jó gyakorlatok és a tapasztalatcsere az, ami a leginkább értéket képvisel számunkra és segítségünkre lehet. Minden egyes szektor és minden egyes helyzet nagyon mást ad, és mindenki megpróbálja a helyzethez képest a lehető legjobban venni az akadályokat. Éppen ezért ebben igyekszünk segíteni mi is önöknek, hogy megnézzük azt, hogy a különböző szektorok, különböző témákban milyen jó gyakorlatokat tudnak megosztani. Arra buzdítom önöket, hogy akár vezetők, akár HR menedzserek, vagy kommunikációs szakértők, vagy más területről érkező érdeklődők tartsanak velünk ezen a 4 novemberi csütörtökön. Élőben, mint ahogy most is, a Menedzser Szövetség Facebook oldalán lehet követni ezt a 4 novemberi csütörtöki eseményt, de felvételről is később is visszanézhető. A mai témánk a hiteles kommunikáció lesz a változások idején, jövő héten az innovatív HR megoldásokat fogjuk végigbeszélni beszélgető partnereimmel, utána fogunk beszélgetni a cégvezetésről, irányításról, a bizonytalanságban, és hogyan lehet helytállni ebben az ismeretlen időszakban. Majd november utolsó csütörtökén, a záró alkalomkor pedig a céges rendezvények jövőjéről fogunk tudást megosztani. A bevezető után vágjunk is bele a mai online párbeszéd témájába, a hiteles kommunikáció fontosságába, és ehhez szólítom már is 3 beszélgető partneremet. Elsőként Liptai Gabriellát, a KPMG Hungária marketing és kommunikációs igazgatóját. Szia, Gabi! Szerusztok! Köszöntöm a hallgatókat! Jó napot kívánok! Itt van még velünk Márton Katalin, a Praktiker Kft. HR és CSR igazgatója is. Sziasztok, én is köszöntök szeretettel mindenkit! És végül nem utolsóban hívom dr. Tálos Pétert, a Foxconn vezető igazgatóját és alelnökét. Jó estét kívánok mindenkinek! Üdvözöllek benneteket, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ugye mind a négyen teljesen más szektorból érkezünk, és hát megmerem előlegezni, hogy abban mindannyian egyetérthetünk, hogy erre az évre, ha másból nem is, de kihívásokból aztán jutott nekünk is bőven, és még van is 2 hónap hátra ebből a 2020-ból. Ezért rögtön egy körkérdéssel fordulnék hozzátok, hogy ti hogyan éltétek meg az elmúlt időszakot a vállalatnál, hogyan érintett benneteket ez a COVID okozta helyzet? Hölgyek, kezdi valaki, vagy kezdjem én? Örülök, Péter, hogyha nyitod a sort, igen. Oké, jó, tehát azt gondolom, mindenkit váratlanul ért, hiszen 1910 óta ilyen mértékű világjárvány nem volt, úgyhogy erre ezért még azt sem mondhatjuk, hogy a nagymama emlékezett rá és elmesélte, mert a nagymama sem emlékezett rá, legtöbb, mint nagymamája 19 után született. Tehát erre reális esély nem volt, hogy felkészültek legyünk. Ugyanakkor már voltak jelek, és még mielőtt ténylegesen ideért előtte azért lehetett látni, hogy akár probléma is lehet, tehát felkészülni azért mindenképpen lehetett, még hogyha viszonylag rövid idő alatt is. Konkrétan minket üzleti szempontból egyáltalán nem érintett rosszul, emberi szempontból természetesen, tehát komoly kihívás volt, mindenki megrémült, bizonytalan lett, és hozzá kellett igazítanunk a működésünket az új helyzethez, hogy biztosan ki tudjuk szolgálni a vevőinket, és ne veszítsünk azért árbevételt, mert nem vagyunk képesek a megváltozott körülmények között termelni. Tehát röviden minket így érintett. Katonátok, így a vezetők, meg akár te is, ha egyéni megoldásokat nézzük, akkor mi volt a megküzdés stratégia, hogyan vészeltétek át az első akadályokat?
Nekünk nagyon jól jött ebben a rosszban, hogy ez a cég és a vezetők nagy része átért már két nagy válságot. Egy mindenki által érintett válságot, valamint 2013 és 15 között a német anyacégünknek a csődje, és egy két év rendkívül bizonytalan helyzet, amit a cégünk közép- és felső vezetőinek nagy része végigcsinált már. Tehát volt egy minta, volt egy kapaszkodó, ahova vissza lehetett nyúlni, és azt nagyon sokan egyébként utólag is azt mondják, hogy teljesen visszakapcsoltak arra az időszakra, és visszakapcsoltak arra, hogy mennyire jót tett, és mennyire fontos volt, hogy nagyon-nagyon egységben legyen a vezetői csapat. Az egységes kommunikáció kifele, befele, minden irányba, és sokkal erősebben a napi konfliktusok, esetleges konfliktusok nyilván nincs, de persze van, tehát hogy azokat próbáljuk meg egy kicsit háttérbe szorítani, és úgy a nagy képre koncentrálva, egymásba kapaszkodva, együtt, közösen megoldani ezt a helyzetet. Mik voltak a kollégák számára, mik jelentik akár most is, vagy jelentették a legnagyobb nehézséget? Szerintetek hogyan látjátok ezt? Én elkezdtem akkor szívesen, hogyha más nem feltétlenül akar elsőként. Mi ugye egy barkácsáruház lánc vagyunk, egyrészt egy 150 fős szellemi munkavállalói csapattal a központban, valamint 20 áruház az ország 20 különböző pontján, és nyilvánvalóan volt egy olyan kérdőjel itt a rendszerben, hogy ki mehet-e home office-ba. És természetesen az offline értékesítésben dolgozó kollégáknál ez az opció, ez nem volt opció, mert hogy az offline értékesítés az továbbra is igényli a személyes jelenlétet. Ezért mindig próbáltuk úgy alakítani ezeket a dolgokat, akár a home office-ról, akár külön a szellemi munkaerővel kapcsolatos tevékenységünk volt, hogy egyfajta szolidaritás minden esetben legyen azokkal a munkatársainkkal, akik ebben a nagyon küzdelmes helyzetben továbbra is kint voltak, és vannak a fronton. Én azt gondolom, hogy ezt is egy nagyon határozott, egyértelmű, világos kommunikációval lehetett úgy működtetni, hogy ne érezze senki azt, hogy valaki háttérbe szorul, hanem ezt az egységet kellett így ilyen módon kifejteni. Mi egyébként egy applikációt vezettünk be a kollégáink közvetlen elérésére ebben az időszakban, ami nagyon-nagyon hasznosnak bizonyult akkor is, és egyébként azóta is, hiszen teljesen természetes módon voltak, akik az időskoruk miatt Niki, akkor esetleg minden nap. Igen, picit Kata lefagyott, most nem hallottunk az elmúlt pár másodpercben. Nem baj, de akkor átadom Gabinak a szót. De nem akartam belét folytani, csak gondoltam, mentem ezt a helyzetet. Ugye az előző körben sem szólaltam meg, picit talán azért gondoltam, hogy előtérbe hagyom a Katát is beszélni, vagy akár a Pétert is, mert azt kell mondjam, hogy egy olyan cégnek, mint a miénk, amelyik 1500 fehér galléros munkatársal dolgozik, és akik amúgy is zömében ügyfeleknél, vagy irodán kívül végzik a munkájukat, nyilván nekünk a sok hatáson túli technikailag viszonylag egyszerű volt megoldani az átállást arra, hogy távolról érjük el egymást. Egyébként ebben ugye a mi IT szervezetünk nagyon jól vizsgázott. Ami viszont a cég egészét illeti, ott pedig szerintem a menedzsment vizsgázott nagyon jól, nem olyan régóta vezeti ezt a céget, a cégnél viszonylag régóta dolgozó most már CEO munkatársam, aki ugye októberben vette át a stafétát, és ehhez képest márciusra hát szerintem álmában nem gondolta, hogy ilyen szituációba kerül.
ő vizsgázott, meg az ő új menedzsmentje rendkívüli módon, tehát hogy ez az időszak, ez azt hozta, hogy itt aztán tényleg ott kellett állni a vártán. Azt hiszem, hogy például a kommunikációs vezető, így jelen esetben az én szerepem és a HR vezető szerepe az volt, hogy mi adtuk ehhez a viszonylagos biztonságot úgy a mi HR igazgató, mint én, viszonylag régóta vagyunk a szakmában, és megéltünk bizonyos típusú válságokat vagy krízis helyzeteket. Nekem például az egyik ilyen, azt hiszem, kulcsfontosságú ötletem az az volt, hogy az első olyan pillanat, amikor úgy éreztük, hogy itt krízis helyzet van, az operatív menedzsment minden nap találkozott, és azóta is, most már csak hetente két alkalommal, reggel 8:30-9-ig. Tehát én azt megtanultam már előző, egyébként Telekom világból jövök részben, hogy ugye ott bármikor lehet ilyen leállás, olyankor boardroom van, az a jó, ha egy helyen vannak most, akár virtuálisan, akár máshogy. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, akár üzenem is több cégnek, hogyha a vezetés egységes, és gyakorlatilag meg lehet beszélni azokat a Kata által is említett hiteles, de mégis valamilyen szinten végig gondolt, struktúrált kommunikációs megoldásokat, akkor legalábbis azt a fajta ilyen fegyelmezettséget és biztonságot tudjuk adni a kollégáknak, ami persze nem jelenti azt, hogy nem jöhet szuper váratlan dolog, és bármi nem szólhat közbe, de abban biztosak lehetnek, hogy mi kommunikálunk egymással, egységesen gondolkodunk, többféle szem és szempont kerül rá ezekre a kommunikációs anyagokra, és hát ez nagyon előtérbe torta az emberi kérdéseket, nyilván ez mindenütt így van, és azt gondolom, hogy ez egyfajta fontosságot is adott, és a helyét és szerepét jelölte ki. Nálunk úgy hívják, hogy People Performance Culture, tehát a klasszikus HR osztályoknak. Annyira jó, hogy ezt behoztad, én is pont most több kutatást is olvastam, ahol kiemelték azt, hogy ezek globális kutatások voltak, Magyarország nem volt a fókusza, de azt gondolom nálunk is igaz, hogy azt vizsgálták és azt fedezték föl, hogy a munkavállalók számára a munkáltató jelenti az egyik legmegbízhatóbb információforrást, és a legfontosabb forrásnak gondolják a kollégák, és a munkáltatótól várják a cégektől, a szervezetektől várják a hiteles információ átadást, hiszen ugye azért a média nagyon megosztó, meg torzítják az információt, és várják azt, hogy a cég milyen védőhálót ad, és hogy ő milyen állást foglal. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet itt a kommunikáció fontosságát eléggé hangsúlyozni, meg ezeket a segítő egyéb aktivitásokat. Kata, mondtad az előbb az applikációt, arról meg tudsz velünk több információt osztani, hogy milyen jellegű applikáció ez, mire célzottan hoztátok létre? Igen, ez az applikáció egy belső kommunikációra szolgáló, természetesen telefonra, laptopra, asztali gépre letölthető dolog, amelyen keresztül többféle funkciót tudunk eszközölni. Mi ezt régóta terveztük egyébként, illetve régen óta. Volt egy nagyon szép terv. Közben picit akadozunk, reméljük visszakapjuk Katát gyorsan. Na, visszajöttem, bocsánat, szóval, hogy volt egy tervünk, hogy hogy vezetjük be, majd pedig jött a március, amikor azt gondoltuk, hogy akkor tegyünk félre minden hiper-szuper csili-vili megoldást, hanem a legalapvetőbb funkciójával, ez pedig a direkt üzenetküldés funkcióval indítsuk el ezt az egészet, ami akkor, emlékszünk mindannyian erre a bizonyos péntek esti bejelentésre, és utána hétfőtől gyakorlatilag az egész ország home office-ba vonult, kivéve a kereskedelmi egységek munkavállalóit, és még ezeknek. De hogy abszolút arra szolgált, és akkor mi 3 nap alatt bevezettük ezt az applikációt. Itt SEO üzenetekkel, fontos információkkal bombáztuk a kollégákat folyamatosan, ami elképesztően jót tett nekik is, és valóban, ahogy mindannyian említettétek, a biztonsági érzetet növelték mindenkiben, hiszen első kézből viszonylag rögtön egységes információt kaptak, tehát nem az volt, hogy a sales egy másik típusú információt kapott a hierarchikus csatornákon, mint a beszerzés, vagy most csak mondtam valamit,
hanem mindenki ugyanazt, real time, egyszerre, nem volt arról sem szó, ami azért nálunk, hogyha megkapja az áruházvezető az információt, mikor továbbítja azt a következő áruházvezetői vagy áruházi meetingen a kollégáknak. Ezt azóta egyébként bővítettük, és nagyon klassz egyéb funkciói vannak. Belső influencereink vannak most már, akiket folyamatosan képzünk, és nagyon érdekes klubok, közösségépítők is, kis sessionök vannak ebben, ami azért egy másik téma, úgyhogy erről nem is beszélek többet. Köszönöm szépen. Péter, nálatok voltak-e olyan eszközök, módszerek, amiket akár megerősítve tudtatok helytelni, vagy akár új eszközöket hoztatok-e be ebben a helyzetben? Hát azt gondolom, hogy régi elemekből, de új módon dolgoztunk. Semmi olyat nem tett senki, ami eddig nem volt, de mondjuk a sebészeti maszkokat, azokat eddig gyárok nem sűrűn használták. Mi ugye elkezdtük hordani a dolgozókkal. A home office az is bizonyos munkakörökre volt rezerválva, ezt mi kibővítettük minden olyan munkakörre, ahol ez fizikailag lehetséges volt. Hát igazándiból a régi már létező eszközökből raktunk össze, ugye kézfertőtlenítő, stb. Itt az időbeliség volt nagyon fontos, mert hogy az elején ezekből mind hiány volt. Tehát be kellett szerezni mindezeket a dolgokat, mielőtt ez bekövetkezik. Tehát mi az a január végén nagyon sok mindent felvásároltunk, úgyhogy amikor hiány volt, akkor mi ezt tudtuk biztosítani a kollégák számára. Ugye a hiteles kommunikáció itt említésre került, ez egyetértek, ennek kettő fontos eleme van. Az egyik az, hogy tényleg igazat mondjunk, hitelesen kommunikáljunk, a másik pedig az, hogy tudjuk is, hogy miről beszélünk. Tehát ugye megbízható információt kell a kollégáknak adni, de azt csak akkor tudjuk, ha nekünk is van. Én azt gondolom, az elején különösen fontos volt, hogy mindenféle forrásokból gyűjteni kellett a vezetőknek az információt, és megpróbálni kiszűrni ebből, hogy vajon mi lehet a helyzet. Egy olyan állapotban, amikor igazándiból a magyar kormánynak sem volt sok információja, illetve nem látszott semmi jel annak, hogy lenne. Elvileg az első között voltatok még tavasszal, akik elkezdtetek ugye tesztelni is a kollégáitok körében. Igen, hát mi azonnal elkezdtünk teszteket keresni a piacon, és amit találtunk az elején, azok az úgynevezett antitest tesztek, ezek nem megbízhatóak, de jobbak, mint a semmi, úgyhogy mi ezt, amint be tudtuk őket szerezni tavasszal, onnantól kezdve folyamatosan teszteljük a kollégákat, bizonyos időközönként 2-3 hetekre mindenkire sor kerül. Azóta ezt már bővítettük antigéntesztel is, úgyhogy ha valami eset gyanús, akkor antigénteszteket is használunk. Fontosnak tartjuk az információt, hogyha van információnk arról, hogy valahol baj van, akkor azt a problémát tudjuk lokalizálni még időben. Abszolút, köszönöm. Gabi, hát a szakma hangos a KPMG egyik nagyon fontos programja. Én nagyon figyeltek a munkavállaló jólétre, erre egy külön programot is indítottatok. Erről tudnál velünk néhány információt megosztani? Hát köszönöm, hogy PR-ozol bennünket, de azt hiszem, hogy ennél fontosabb, hogy valóban egy ilyen roppant korai felismerés volt ebben a folyamatban, ahogy így említettem, hogy nem vagyunk erre pszichésen felkészülve az ilyen távoli munkavégzés nagy tömegben is valamelyest elzártság. Továbbá nem vagyunk felkészülve arra, hogy ilyen dolgokat bizonytalan ideig elviseljünk, és ezért egy úgynevezett tudatos jólét programot indítottunk el. A többes szám indokolt, mert nyilván az én csapatom is kommunikációban részt vett, ez valójában a mi belső, tulajdonképpen kócsaink és pszichológusaink ötlete volt, és fantasztikus eredményt ért el a program, ugye ez ilyen mentálhigién és tanácsadással, egyéni igények becsatornázásával és reflexiójával is tud foglalkozni ez a program, de nagyjából egy ilyen kiegyensúlyozott élet című, mondjuk azt, hogy mesdjén halad.
Minden ötödik munkatársunk részt vett végül is a programon, ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog. Egyrészt az igény is ilyen manifest volt, másfelől, hogy ugye a program bírta olyan intenzitással, ahogy ebben megszülettek az igények, és azt gondolom, hogy az is profitált belőle, aki nem a labilitás szélén volt, hanem csak egyszerűen elkezdett tudatosabban foglalkozni azzal, hogy hogy lehet ilyen nehéz helyzeteket megoldani. Úgyhogy nagyon örülünk a díjnak, és ez ugye a HR.com Award volt, ahol minket díjaztak több kategóriában is. Még annak idején így arra gondoltunk, hogy nem is nevezzük magunkat, mert hát ez annyira természetes volt így tőlünk, de aztán kis rábeszéléssel is nagyon örülök, hogy beadtuk ezt a programot. Ez is tulajdonképpen azt igazolja, hogy ezek a soft programok és ez az érzékenység, ami ilyenkor roppant fontos, a szándék szintjén is, de a cselekvés szintjén is, azoknak most tulajdonképpen tere volt, szerencsétlen, hogy így alakult, de ha már így alakult, akkor azt gondolom, hogy így valahol helyére került egy nagyon fontos szakma. Nálunk pedig ugye az emberek a legfontosabbak, hiszen hogyha, de ezek nem szavak, hiszen hogyha ők ugye nem gondolkoznak, nem tudják a munkáikat olyan módon végezni, ezért nálunk egyébként az egyik ilyen belső szlogenünk, hogy Powered by You, és ez tényleg elég komolyan veszi a cégünk. Igen, ezek a díjak nagyon jók arra is, hogy az ember megoszta a tapasztalatokat, meg a jó gyakorlatokat, és ezekből mindannyian sokat tanulhatunk. Én nagyon hiszek, hogy ezeket... tanulok most a Katáéktól az applikációval kapcsolatban, majd lehet, hogy hívlak is, hogy látjuk. Igen, azért testre szabva ezeket a programokat mindenki a saját cégére megnézve, hogy neki mi az igazán hasznos. Azt gondolom, hogy finom hangolva ezeket a módszereket érdemes végig sasolni, és megnézni, hogy nálunk mindenkinek helyileg mi segíthet. Ha egy kicsit előre tekintünk, akkor Katati, hogy látjátok az előttünk álló időszakot? Mivel készültök? Hogyan reagáltok most erre, ami most van? Hát ez azért el kell mondanom, hogy a tavaszi időszakból mi azért elég jól jöttünk ki. Tehát egy barkács áruházlánc a tavasszal eleve az ereje teljében van, és pláne úgy, hogy a fél ország otthon volt, és úgy gondolt, hogy a home office alatt csak kifest, csak lenyírja a füvet, csak egy kicsit újra burkolja azt a spájzot, vagy egyebek, tehát hogy mi ezt éreztük. Nem tudjuk ugyanakkor, hogy az a vásárló erő, aki tavasszal, illetve hogy van-e még felújítandó cucc otthon, mert egyáltalán nem biztos. Egy kicsit óvatosak vagyunk most, nem gondoljuk, hogy ugyanazzal a lendülettel fogjuk tudni végigcsinálni ezt az időszakot, ugyanakkor nekünk megint jön egy szezonális időszakunk, ami nagyon jó, ez pedig a karácsony, és azért karácsonykor mindig erősebbek szoktunk lenni. Amire elképesztően büszkék vagyunk, hogy az 1600 munkavállaló, aki március 16-án nálunk dolgozott, nyilván több-kevesebb változással, tehát, de nem óriási nagy leépítésekkel, egyebekkel, de ők stabilan ott vannak továbbra is. De ami kihívás, az mindenképpen az, hogy ezek az emberek, ők most már... Picit megint elvesztettünk téged. Kitett állapotban. Egy kicsit lefajtam, bocsánat, észrevettem. Szóval, hogy ezek az emberek ott vannak napi 10-12 órában, több mint fél éve maszkban, egy egészségügyi vészhelyzet kellős közepén kint a fronton, tehát hogy a kommunikációnak rettentő komoly szerepe van, ami mindennapjainkban és gyakorlatilag minden órában arra kell figyelnünk, hogy az 1400 ember, ők továbbra is biztonságban érezzék magukat, és nyilván nem csak kommunikációs szempontból, mert természetesen minden egyéb biztonsági előírásnak is megfelelünk, de mégis ott van, hogy erre nagyon komoly hangsúlyt kell fektetnünk, és nagyon komolyan kell motiválnunk a kollégáinkat. Péter, nálatok most így mi az, ami a legnagyobb kihívásnak számít így a gyártó egységekben?
Hát röviden válaszolnék az első kérdésre is, hogy mire számítunk. Hát arra számítunk a külső környezet tekintetében, hogy a járvány eszkalálódni fog. Arra is számítunk, hogy az egészségügy a kapacitásainak a határát el fogja érni. A kérdés nem az, hogy elérje, hanem az, hogy mikor. Tehát itt hetekkel lehet dologatni, de úgy gondoljuk, hogy idén mindenképpen el fogja érni. És ez lesz a legnagyobb kihívás a mi számunkra is, a járványnak ez a fajta proliferációja, hogy hogyan tudjuk a munkavállalóinkat a lehető legnagyobb mértékben megvédeni ettől. Tehát hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne fertőződjenek meg. Nyilván azt mindenképpen el tudjuk érni, vagy eddig úgy tűnik, hogy el tudtuk érni, hogy gócpontok a vállalaton belül nem alakulnak ki. A belső védekezés ezt meg tudja oldani, de az emberek az életük döntő többségét a vállalaton kívül élik, és arra kisebb hatásunk van. Úgyhogy ott leginkább csak tanácsokkal, meg eszközökkel tudjuk őket segíteni abban, hogy elkerüljék a bajt. Ez lesz a legnagyobb kihívás a következő időszakban, hogy hogyan tudjuk megőrizni a működőképességet, amikor a megbetegedések olyan tömegesek lesznek, hogy szinte semmi esély nincs arra, hogy elkerüljük őket, mármint a munkavállalóik elkerüljék őket. Egyébként a kollégák félnek, aggódnak, tartanak a vírustól, ti hogyan látjátok, vagy ők jól elfogadják ezeket a biztonságos körülményeket? Kell-e mentálisan foglalkozni velük egyébként? Mindenképpen kell. Én nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen negatív hír kommunikációjánál végig meg kell menni ugyanazon az öt lépésen, amit az Old Dead Jazz című filmből jól ismerünk, ugye a anger, denial, stb. Tehát először dühösek a hírhozóra, másodszor tagadják, ez nem így van, stb. Épp ezért a kommunikációt jóval előbb el kell kezdeni, mint ahogy a baj itt van, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, mert mire a baj bekövetkezik, addigra nekik is el kell fogadniuk, hogy baj lesz. Ez szerintem minden emberi kommunikációnál kisebb-nagyobb mértékben így van. Az én tapasztalatom az, hogy ez egy olyan 3-4 hetes masszív kommunikációs periódus volt, mire a kollégák elfogadták, hogy ez a járvány ez komoly lesz. Szerencsére mi ezt elkezdtük január végén, úgyhogy február közepe végére már egész magas szintű volt az elfogadás. Úgyhogy ennek is valószínűleg köszönhető, hogy a vállalaton kívül is úgy viselkednek, ahogy. És ezt fenn is kell tartani. Onnantól kezdve, amikor már van bizalom, amikor elhiszik, amit mondunk, elhiszik azt, hogy viszonylag jól meg tudjuk satszolni, hogy mire számíthatunk, onnantól kezdve jönnek a kérdéseikkel, és igénylik is a folyamatos tájékoztatást. És ezt meg is kell adni, fent kell tartani folyamatosan ezt a, ha úgy tetszik, az éberséget fent kell tartani, mert az itt volt a nyár, mindenki kicsit megpihent, a vírus is pihent egy kicsit a nagy melegben, páran elmentek nyaralni, főleg belföldre, de néhányan a közeli külföldi országokba is, és hát újra kellett, meg kellett lódulnunk ennek az egésznek ősszel, hogy mire masszívan ideér az őszi hullám, addigra mentálisan szintén felkészültek legyünk. Igen, nem tudjuk érzelmileg megúszni a változás görbén való végigmenetelt, aztán biztos is nagyon jó, hogyha ezt fel tudjuk ismerni és támogatni benne a kollégákat, így van. Gabi, nálatok mik voltak azok az elsődleges, első hullámban megtapasztalt dolgok, amit a második hullám után most is akár már tesztelve csináltok, és akár a továbbiakban is nagy segítségetekre lesz? Hát sok mindent megtanultunk, ami egyébként nyilvánvalónak tűnik, vagy akár triviálisnak. Itt ugye a Kata is említette, hogy hitelesen, rendszeresen, rendszerbe állítva kommunikálni. Nyilván ez amúgy triviálisnak tűnik, de azért sokkal többet beszélünk, sokkal többet kérdezünk, sokkal interaktívabbak vagyunk, és egyébként a kollégáink részvételi aránya a meghirdetett különböző szintű, tehát az inspirációs webinároktól kezdve a nagyon komoly leadership üzenetekig sokkal-sokkal nagyobb és befogadóbb, mint eddig bármikor. Ez azt gondolom, hogy törvényszerű valahol ezzel a görbével is így paralel fut,
tehát ez nem azt mondom, hogy ez büszkeség, ez csak inkább arról szól, hogy az igény is elég nagy, és mondom, adunk felületeket, hogy állandóan kapjunk visszajelzést, és olyat csináljunk, ami, vagy olyan módon beszéljünk, ahogy az elfogadható, és, vagy befogadható, inkább ezt a szót használnám. Ami meg egyébként itt segítségünkre van, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos számomra, ez egy igazi ilyen felelősségi program is, hogy ugye mi mivel tudunk segíteni a környezetünknek, és egyáltalán az üzleti környezetnek információval, a kompetenciánkkal, mit tudom én, törvénykezési rendelkezések magyarázatával, kontextusba helyezésével, tehát a tudás átadással. És ehhez a hétköznapi tudás átadáshoz, tehát amit itt az előbb elmondtam, még szerencsénkre volt egy globális kutatás, amit egyébként minden évben elvégez a KPMG, volt benne más tanácsadók is, de nyilván én most a mi ilyen típusú felmérésünkről tudok beszélni, ahol 1300 vállalatvezetőt kérdeznek meg a világban arról, hogy milyen kockázatokat találnak, milyen fontos témákat az elkövetkező időszakban, és ezt megtették most júliusban is, ugye a vírusválság közepén, hogy megkérdezték ezeket a vezetőket. És ebből viszont egy nagyon komoly tudást tudtunk leszűrni a saját cégünk számára is. Most csak két dolgot mondok. Az egyik, ami nagyon érdekes volt, hogy már tavaly is a klímaváltozás és az azzal kapcsolatos ilyen témák az első szinten napirendre kerültek, tehát még egyszer érdekes, vállalatvezető az egyik legnagyobb kockázat, egy olyan kockázatnak jelölte meg, ami egyébként rajta mindenképp kívülálló, de épp ez a lényeg, hogy nem áll kívül, tehát ma már senkinek nem lehet kivonni magát a nagy folyamatok alól, és idén pedig ugye ezek a kockázati rangsorok váltottak, és ahogy említettem, ez az úgynevezett talent risk, tehát a human risk, ugye ez a ez kapta a legtöbb szavazatot. Na most ez oda is vezet, hogy egyébként az a fajta felelősség, ami a nagyobb rendszerek és a saját házam táján van, mint vállalatvezető, ez valahol így azt gondolom, hogy talán nem butaság azt levonni ebből, hogy ez érzékenyíteni fogja a vállalatvezetőket. Tehát mi azt tanultuk ebből meg, hogy egy a soft skill-ekre jobban reagálni képes, a változásokat jobban befogadni képes egy érzékenyebb vezetési stílussal, valószínűleg hosszabb távon is hatékonyabbak lehetünk. Tehát még egyszer, mi ugye kutattunk azért, hogy disztribútálhassuk az információt, és közben ugye a saját cégünkre is nyilván érvényesnek tekintünk néhány mondást. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit én igazi társadalmi felelősségnek tartok, hogy van egy tudásom, osztom. Úgyhogy mi ezzel próbáltuk egy kicsit saját magunkat is kontextusba helyezni. És te is éppen most teszed ezt felelős vezetőként. Igen, a vezetők szerepét azt nagyon, tehát nem lehet elvenni, meg vitatni, hogy mennyire fontos ebben a helyzetben. Katonátok most a jelenlegi helyzetben egyébként mi jelenti a legnagyobb nehézséget így kiskereskedelmi áruházlánc fronton? Itt vagy velünk, Kata? Nem, Kata befagyott. Se baj, akkor megyünk tovább, és kicsit később visszatérünk még Katához, mert nagyon kíváncsi lennék az ő meglátásaira. És itt vagy? Bocsánat, volt egy lefagyás, elnézést. Szóval, az online tér. Igen, az online tér megviccel most bennünket, az éter nincs most teljesen velünk. Most jónak tűnik. Most jó, akkor megpróbálom még egyszer, aztán, ha nem, akkor Gabi elmondja helyettem. Szóval, hogy egyértelműen az, hogy a kollégáink fáradnak. Fáradnak az állandó maszkviseléstől, fáradnak ettől a fajta nyomástól, hogy bár érzik, hogy viszonylagos biztonságot próbál a munkáltatójuk teremteni, de mégsem tudunk. Tehát, hogy hozzánk a vásárlók bejárnak, és sajnos még mindig előfordul, akármennyire is, hogy vannak, akik nem akarják vásárlóként a maszkot például felvenni, és ez ebben a helyzetben, ez pláne
nagyon, nagyon komoly frusztrációt okoz számukra. És még egyet hadd csatoljak vissza az előző, kettővel ezelőtti kérdésedhez, hogy a Gabi is említett, hogy mennyire fontos, hogy mentálisan foglalkozzunk a kollégákkal. Van egy másik programunk, amit egyébként nem jelenleg, vagy nem most vezettünk be, de egy Employee Assistant programnak hívják, és egy olyan lehetőséget biztosít a cég minden munkavállalója számára, hogy különböző coaching, mentálhigiénés tanácsadás, gyermekjóléti tanácsadás, gyámügy, jog, hitel, rengeteg olyan dolog, ami a munkatársak mindennapjaiban felmerülő gondok, elakadásokban segítséget nyújthatnak. Ez egy 40 vagy 24 órás hotline szolgáltatás, és ezen keresztül ők igénybe tudják venni. És ami érdekes a szolgáltatásokat, és ami érdekes, hogy március óta, nyilván erről mi havi riportot kapunk abszolút név nélkül, anonim módon, csak azt az egyet látjuk, hogy melyik szolgáltatást vették inkább igénybe a kollégák. És ez a típusú pszichológiai, mentálhigiénés, tanácsadás, segítségnyújtás, ez elképesztő magasan kiugrott a többi szolgáltatás igénybevétele közül. Tehát, hogy látszik, hogy kell, és szükség van ezekre a dolgokra. Köszönöm. Én köszönöm, hogy ezt behoztad, mert pont arra szerettem volna így rátérni, hogy azért ezt most már látjuk, hogy volt első hullám, itt vagyunk a második hullámban, és hogy azt látjuk, hogy ez a vírus velünk fog maradni, és hiába való arra várni, hogy hip-hop ez el fog tűnni az év végével, és ez érdekelne, hogy ti ezt hogy látjátok, és hogyan készültök most a következő időszakra, vagy milyen elvárásokkal tekintetek előre, hogy mi fog ránk várni a következő hónapokban. Péter, te ezt hogy látod? Hát, hogy egy régi Hofi idézetet hivatkozzak meg ismét, mi nem haldoklunk, mi így élünk. Ugye mondta volt ezt Hofi annak idején a Kádárkorban. És ez nagyon fontos, hogy ezt el kell fogadni, tehát nem arról van szó, és tavasszal is ezt próbáltam megértetni mindenkivel, a kollégákkal is, nem arról van szó, hogy most akkor kihúzzuk ezt a kis időszakot, aztán minden visszamegy a rendes kerékvágásba, hanem arról van szó, hogy innentől kezdve ez a rendes kerékvágás. És hogyha ezt megértjük, hát vannak országok, Fekete Afrikában, itt a Ugandában 64 féle mérges kígyó létezik, köztük olyan finomak, mint a Fekete Mamba, itt a malária, sárgalás, stb. Tehát vannak olyan országok, ahol egy teljesen más foka az odafigyelésnek, vagy a veszélyben létnek a normális, mint ami itt most. Ami történt, Magyarországon is egy magasabb szintje a veszélynek lett a normális veszélyszint. És mi nekünk erre kell mentálisan átállnunk. Tehát, hogyha ezt úgy éljük meg, hogy ez egy krízis helyzet, ami majd el fog múlni, csak gyorsan húzzuk ki a krízis végéig, akkor bele fogunk roppanni, mert ez akár évekig eltarthat. Évekig nem lehet krízisben lenni. Ezért aztán az életünket kell igazítani, meg kell változtatni a szokásainkat itt-ott, de legfőképpen el kell fogadnunk, hogy ez most ilyen, mostantól így van, és ebben kell megtalálni a szépet és a jót. Úgy gondolom ez a legfontosabb. Ugye a biztonság az üzletben, meg úgy általában is, objektíven az nem létezik. Nincsen. Az egy szubjektív dolog. A biztonságérzetet viszont nyilván megpróbáljuk megadni a munkavállalóinknak, mégpedig oly módon, hogy megpróbáljuk meg megmutatni, hogy képesek vagyunk a körülményekhez alkalmazkodni, bizonyos mértékig rendelkezünk az előrelátás képességével, és ezt az előrelátásunkat arra használjuk, hogy felkészüljünk az előttünk álló eseményekre. És hogyha ebben ők hisznek, akkor ez valamifajta biztonságérzetet is fog nekik adni. Ez azt gondolom nagyon fontos ahhoz, hogy egy kicsit csökkenjen ez az egyébként a járvány terjedése miatti folyamatos állandó krízisérzet. Kata, Gabi, nálatok a vezetőség hogy látja ezt egyébként? Hát hasonlóképpen, hogyha szólhatok így először, tehát
Most ugye azon gondolkoztam, amíg a Pétert hallottam, hogy tulajdonképpen ez bármelyikünk mondhatta volna, mit tudok én még hozzátenni, hogy én szerintem például az is egy nagyon fontos, nehéz, de ugyanakkor egy ilyen nagyon praktikus dolog, hogy meg kell értenünk azt, hogy sokszor kétszer annyit kell dolgoznunk, mert mondjuk alternatívában gondolkozunk, ha mondjuk csak a mi szűk szakterületünket, a kommunikációt nézzük. Vagy meg tudom rendezni azt a rendezvényt, vagy nem. Megrendezem online gondolatban, meg megrendezem offline, meg hibrid módon. Tehát, és hogyha azt a lépést megtettem, tehát ilyen roadmap-ek sokasságával zsonglőrködünk, mert igazából tényleg minden lépése változást indukálhat, és akkor akár egy folyamat ugye egészen másképp alakul. Szóval ennek a képességét, ezt valahogy meg kellett tudnunk szerezni, azt hiszem, a sikerességhez, vagy a hatékony működéshez. Tehát ez egy ilyen fontos adalék talán, hogy például ezt a mindsetet, hogy nem tudok egy világos vonalon haladni, hanem sokféleképpen kell ezt. A másik dolog, amit meg így hozzátennék, hogy szörmentén említettem, hogy nekünk ez egy különös küldetéstudat most, hogy például csináltunk egy ilyen úgynevezett COVID szakértői hubot, amit most már New Reality-nek nevezünk, tehát ez a velünk élő újszerűsége, ez a mi új valóságunk, és ebbe nagyon komoly szakértői anyagok kerülnek be, természetesen olyanok, amit egyébként olyan időszakban, amikor korábban a normalitás talaján éltünk, akkor csak azt kapta, akivel mi ugye szakmai kapcsolatban álltunk. Tehát mi is egyfajta médium lettünk ilyen szempontból, hogy nyilván van, ami a mi értelmezésünkben, de hogy kifejezetten segítő szakértői anyagokkal. És ez egyébként belülről is támogatja a kollégákat, mert nyilván akkor nagyon sok energia olyan hasznos dologra tud irányulni, ami egyébként azért kell valamennyire így a üzleti környezetnek is. Úgyhogy hát így. Kata, te kiegészítődik valamivel esetleg, Péter és Gabi meglátásait? Egyetlen egy gondolatom, azért nagyon nehéz az előttem szólókkal versengeni megszólalás minőségében, de egy gondolatot hadd tegyek hozzá, hogy talán ebben az általandó változásban, hogyha bár a Gabi is erre célzott, szerintem ha azt megtanuljuk, hogy tanuljunk minden egyes új helyzetből adódóan. Tehát, hogy a tanulságokat tanuljuk meg levonni, és akkor mindig egy szintet tudunk emelkedni ezáltal. Hát ideális esetben persze, én is úgy érzem, hogy naponta megyek bele ugyanabba a csapdába, mert előtte a nap is benne voltam, és bármennyire nem szeretném újra belekerülni. Tehát vezetőként is iszonyatos kihívás. Szóval ezt kár lenne szerintem elrejteni kreatív szakmában, együtt dolgozni, amikor minden gondolat és minden ilyen szösszenet számít, akkor az tényleg nagyon nehéz, és ezt valóban nem mindig lehet online csinálni. Én például nagyon szeretem a szakmámban a véletleneket, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy így sokkal kevésbé vannak véletlenek. És a véletlenek meg indukálnak egyébként új megoldásokat, az új megoldások pedig általában ilyen szintézisekből születnek, nem originálisan újak. Ez a szakmánknak szerintem egy nagyon kötött pálya. Tehát persze egy csomó nagyon-nagyon klassz megoldás születik, de azért azt kell mondjam, tehát ez a menedzselt bizonytalanság című dolog, ez nem a táptalaja a nagy ívű kreativitásnak. Mondjuk ezzel lehet vitatkozni, de hogy azt gondolom, hogy nehéz azért így kivitelezni dolgokat kreatív szakmában. Péter, nálatok mi a best practice arra, hogy hogyan tudjátok kezelni a bizonytalanságot? Mivel és hogyan lehet fenntartani a kollégák elkötelezettségét és motivációját ebben az időszakban? Hát ugye mi viszonylag könnyű helyzetben vagyunk, az egyik legfontosabb dolog, amire a kollégák figyelnek, hogy megy a vállalatnak. Ugye
a biztonságérzetet egy munkavállalóban az kelti leginkább, hogyha a munkáltatójának jól megy, mert ugye ebből következtet arra, hogy valószínűleg ki tudja fizetni majd az ő bérét is. Tehát nagyon fontos egyrészt mindenkinek, aki ezt megteheti, hogy csinálja a dolgát, gyűjtsön árbevételt, a másik pedig kommunikálja a kollégák felé, hogy igenis jól megy, mert ugye alapból azt feltételezik, hogy úristen, mindenhol azt hallják, hogy mindenkinek rosszul megy, mindenki bajban van, stb. Stb. Az el kell mondani, hogy nem, mi nem vagyunk bajban, nektek köszönhetően, annak köszönhetően, hogy bejöttök minden nap, itt vagytok, segítetek, végzitek a munkátokat, de mi egyáltalán nem vagyunk bajban. Ez egy nagyon fontos dolog arra, hogy a alapjában véve a biztonságnak egy nagyon fontos léjere az, hogy biztos abban, hogy van munkahelye, és lesz munkahelye a közeli jövőben is. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy meg kell mutatni, és meg kell értetni velük, hogy mindent megteszünk, amit meg lehet tenni azért, hogy a fertőzést elkerüljük házon belül mindenképpen, illetve hogy segítsünk nekik abban, hogy házon kívül is elkerüljék a fertőzést, és természetesen mindezt meg is kell tenni, tehát nem elég ezt kommunikálni, hanem ezt meg is kell tenni. De hogyha ezt érzik, tapasztalják, akkor ez is nagyban segít nekik abban, hogy ezt az időszakot átvészeljék. Tehát az a cél, hogy annak helyére, hogy ez nem úgy van egyébként, mégis úgy érezzék, hogyha eljönnek a munkahelyre, ott időzőjelben biztonságban vannak. Ezt én mindig elmondom a kollégáknak, hogy otthon mindenki nagyobb biztonságban van harmad, negyed, ötöd magával, mint hogyha bejön egy vállalathoz, ahol több százan vagyunk egy épületben. Épp ezért kell itt sokkal jobban vigyázni. De mégis fontos az, hogy érezzék, hogy az elérhető legnagyobb biztonság szintje az a rendelkezésre áll. Igen, a munkáltatók azok most felettébb mód vizsgáznak, aztán biztos. Kata, nálatok, hogy helyezitek rá a fókusz a dolgozói elégedettség fenntartására? Hát mindenképpen azzal, hogy igyekszünk minél több és minél pontosabb és konkrétabb információval szolgálni a kollégák irányába, a lehető legtöbb csatornán, természetesen nem csak ezt a híres applikációt használjuk, hanem számos más csatornán keresztül is. Ami nálunk nagyon érdekes, hogy képzeljétek el, nekünk 22 éve van egy ügyvezető igazgatónk, aki hetente 3 napot az áruházakban tölt most már nagyon-nagyon régóta. És mivel ő volt az, aki itt volt az előző 2 válság ideje alatt is, és gyakorlatilag nagyon nagy szerepe van abban, hogy a Praktiker Németország, tehát az anyacégünk csődje után talált egy magyar befektetőt, és most biztos kezekben van a cégünk, ezért elképesztő érdekes, de nagyon megnyugtató az ő jelenléte és az ő személye bármelyik áruházban felbukkan. Tehát, hogy őt használjuk erre a célra is, és bár óvjuk és védjük mindenképpen, viszont tényleg nagyon nagy ereje van, hogyha ő megy, és szól pár szót az áruházban a kollégákhoz. Ez nagyon fontos. Abszolút. És Gabi, hogyan kell ilyenkor, mire figyeljünk, és hogyan tervezzünk meg egy jó belső kommunikációt? Annyira többször emlegettük a kommunikáció fontosságát, milyen gyakorisággal kommunikáltok, te mire helyezitek a fókuszt? Hát, ahogy említettem, tulajdonképpen ez a grémium, amelyik naponta találkozik, ez gyakorlatilag ugye be is keretezi és diktálja is a tempót a kommunikációnak. Eleinte nekem az volt nehéz, hogy ott ugye hatan vagyunk, hatan hatféle módon beszélgetünk, a vége egy ilyen töltsérben, mégis én vagyok, vagyis mi vagyunk, és kommunikálnunk kell. De ott ugye azon a megbeszélésen csak én vagyok, tehát nekem kellett így összerendeznem ezeket a gondolatokat. És akkor aztán kialakítottunk egyfajta rutint, nyilván mi is nagyon fontosnak tartjuk a vezetői kommunikációt, a direkt vezetői kommunikációt is, és a úgymond áttételes, de a középvezetők, vagy a csoportvezetők kommunikációját is. Nekünk, mint említettem, ugye a home office gyakorlatilag a második felismert munkanaptól kezdve, hogy vírushelyzet van, működik, és gyakorlatilag a kollégáink nem is járnak be a
az irodába dolgozni. Ezt csak példaként mondom, hogy én 3 alkalommal voltam bent, az egyik alkalom az egy filmforgatás volt, tehát hogy tényleg nem gondolom, hogy annyira szuper hatékonyak vagyunk, de azért igyekszünk. Szóval a belső kommunikációra visszatérve, ugye a tradicionális csatornáikat használjuk, ami a mi esetünkben az intranet, e-mail, egyébként nekünk nincs applikációnk, nagyon sok webinárt tartunk, és ahogy említettem, nagyon sokat kérdezünk, és interakcióban vagyunk tulajdonképpen. Ezek az alapvető elemei a transzparens kommunikációnak, és a nagyon fontos és meghatározó, és akár csak nehéz bejelentéseket, vagy szigorító intézkedéseket, vagy az ilyen kiemelt dolgokat, azokat all staff levelekben írjuk, és a cég vezetője írja, és akkor nyilván kialakult egy ilyen munkamegosztás, hogy ki miről beszél. Én azért klasszikusan az ilyen könnyedebb témákban vagyok benne, hogy milyen úgymond online rendezvényeket szervezünk, vagy mi várható az elkövetkezendő időszakban. Azt is megtanultuk, hogy olyan dolgokról is érdemes beszélni, amiről még esetleg nem tudunk, de körvonalazódik, hogy picit úgy időt nyerjünk bizonyos pillanatokban. Hogyha azt mondjuk, hogy 2 hét múlva tudunk arról beszélni, amiről valóban ma még nem tudunk, de tudjuk, hogy 2 hét múlva több információnk lesz, akkor azt lehet így úgymond felépíteni. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam a kérdésedre. Abszolút, és közben ráadásul záporoznak a kérdések, mert a Menedzser Szövetség tagjai közül ugye itt az online térben kiaknázva a digitális platformunk lehetőségeit, itt vannak velünk néhányan, akik nagyon szeretnének nektek kérdéseket feltenni. Így elsőként szólítanám Krupp Tündét, a Fiat Chrysler csoport regionális marketing vezetőjét, aki szeretne Gabi tőled kérdezni, meg azt hiszem több kérdése is van, amit feltenne nektek. Köszönjük. Várjuk. Tündi, le vagy némítva, kérlek, némítsd föl magad. Hogy hangosítsd föl. Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, nagyon érdekes hallani különböző szemszögből ezeket a meglátásokat, hogy ki hogy ítéli meg ezt a helyzetet. Az biztos, hogy elmondhatjuk valóban, hogy ez egy változás, ami most történik, amire mindenkinek fel kell készülnie. Én azt látom, Gabi, hogy nálatok nagyon élenjáró szakmai előrelépések vannak a kommunikáció tekintetében, ami úgy gondolom, hogy példaértékű, és jó lenne, hogyha a vállalatoknak a jelentős része ebben az irányban menne, hiszen nyilván ez a járvány egy újszerű és érdekes feladatot hoz, ahogy te is mondtad, és nagyon fontos szerepe van a belső kommunikációnak. Az jutott eszembe kérdésként, hogy mennyire érzékeled azt, hogy ki kellett teljesen mondjuk a rutinból, az eddigi rutinból lépni, mivel felgyorsultak az események, és hogy van-e az a határ, amikor mondjuk ki tud fogyni ez az eszköztár? Hát van erre egy személyes, meg egy szakmai válaszom, köszönöm szépen a kérdést. Egyrészt a HR részlegünkkel kéz a kézben járunk, ez értelemszerű, tehát hogyha mi nem vagyunk egymásra hangolódva, akkor azt hiszem, hogy nagy nehézség lenne. Ez szerintem egy nagyon fontos ilyen szakító próbálja ennek a két területnek. És az, hogy kifogyunk-e az ötletekből, vagy hogy alakítunk-e adott esetben rutin, tehát most aztán tényleg nem rutinszerű a működés. Én tehát általában nagyon jól alszom, és valahogy elég nagy lesz ilyenkor a munkabírásom, a mások által egyébként is nagy munkabírásnak, vagy munkabírásnak titulálnak, de valahogy az ilyen veszélyhelyzetekben úgy magamra találok. De tényleg nem alszom rosszul, de ugyanakkor néha van olyan, hogy arra ébredek, hogy szerintem ezt most nem fogjuk tudni megoldani. És akkor valahogy mégis, tehát fantasztikus csapat van, meg tényleg valahogy az embereknek ez a fajta felelősségtudata, amiről beszéltem itt a vezetői szinten is, ez szerintem hatványozottan jelentkezik. Én nem tudom, hogy ezt meddig tudunk belső világból és erőforrásokból erőt meríteni ehhez. Azért is tartom nagyon fontosnak ezeket a programokat, de hogy
Valahogy ez a fajta ilyen ráérzés is, vagy talán a szakmai rutin az valamiféle ilyen utat kijelöl. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy továbbra is megtaláljuk ezeket az utakat, ha ebben inkább most nem magamról beszélnek, hanem hogy tanácsot adhatnék másnak, akkor az, hogy ne féljen kimondani azt, ha valamit nem tud megoldani az adott pillanatban, mert senkinek nem sajátja az, hogy az összes tényezőt egyszerre változó környezetbe, hogy mondjam, úgy tudja figyelembe venni, hogy a legjobb megoldást találja meg. Tehát legyünk egymással ilyen értelemben nagyon is befogadóak, kíváncsiak és elnézőek, mert nem mindig sikerül elsőre. Köszönöm szépen! És közben, Kati, nálad az jutott eszembe, hogy nyilván ez az egész járványnak a hatása a szakmára nem csak átmeneti, és ugye ti egy olyan területen dolgoztok, ahol közvetlenül találkoztok a fogyasztókkal is. Találkoztál-e, illetve kerültél már olyan helyzetbe, ahol egy olyan dolgot kellett megoldani, ahol mondjuk a munkatársnak valamilyen módon a fogyasztói változásokat kellett jól kezelni, és ezzel kapcsolatosan kerestek meg téged, hiszen ugye itt bennem rögtön felmerül kommunikációban a kifelé, tehát már a fogyasztó felé lévő kommunikációban is, hogy nyilván abban is változás van, és változások lesznek, és hogy ebben ti már érzékeltetek-e valamilyen olyan hatást, amiről tudtok beszélni. Köszi szépen a kérdést. Hát ez két, lehet, hogy nem konkrétan erre a kérdésre, tehát effektív ilyen nem, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon rövid távú igen, tehát a call centeren keresztül, ami egy outsource volt call center, érkeznek hozzánk olyan bejelentések, szerencsére egyre kevesebb, de amióta a maszk használat van, hogy mit tudom én, nem volt az órára föltéve a kollégának a maszk. Ez a maszk, bocsánat, mert tényleg kb. 11-ére említem a mai este, de ebből is látszik, hogy ez nekünk ez ilyen napi téma, tehát hogy minden a körül forog, hogy most a maszkot hogy és mint, és hogy bírják, és ezt hogy tudjuk segíteni, ezt a maszkviselést. Tehát, hogy ilyen értelemben ilyen nagyon rövid távú és nagyon prompt helyzeteket eredményez. Közép és hosszú távú, ugye itt azokra a prognózisokra tudunk hagyatkozni, hogy mi lesz az offline értékesítéssel hosszú távon, hogy biztos, hogy sok minden átirányítódhat a webértékesítésre, vagy sem. Valószínűleg nem minden. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy különböző fejlesztési megoldásokkal át lehet irányítani a vásárlók egy részét a webértékesítésre, de nagyon érdekes, mert ebbe is vannak azért ilyen lokális eltérések, tehát a magyar ember szereti megsimogatni a csempét, szereti megnézni a, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, milyen gépet, de hogy emiatt szükség lesz és marad, pont, de közben ugyanezt a csempét megvehetni a weben keresztül is, de nem fogja, be akar jönni, meg akarja nézni. Az, hogy ez hosszú távon még mit eredményez így adott esetben a termék struktúránkban, itt megint csak olyan prognózisokra tudunk hagyatkozni, és olyan benchmarkokra, amik azt mutatják, hogy a COVID hatása következtében kiemelt szerepe lesz a társadalmi felelősségvállalásnak, és a termékvásárlás szempontjából is a társadalmi felelősségvállaláshoz kötődő dolgok. Tehát át kell alakítanunk, könnyen lehet, hogy a termék portfóliónknak egy részét, és másra kell fókuszálnunk. Remélem, nagyjából megválaszoltam azért, Tünde. Igen, köszönöm szépen, köszönöm. Köszi a kérdéseket, Tünde, és még egy kérdezőre van időnk, úgyhogy szólítanám Fekete Istvánt, az Interim vezető szolgáltató KFT senior tanácsadója, aki még szintén intézne hozzátok egy-egy kérdést zárásként. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon érdekes volt mind a három előadás. Én élveztem, mert három vezető, három különböző területről jövő vezetővel beszélgettünk, ezt hallottam.
és három nagyon különböző megközelítés. Tehát a szervezőknek csak dicséret jár, hogy ilyen összeszedett volt ez a három előadás. Pétertől szeretnék valami kérdezni, vagy először vitatkozni szeretnék azzal, hogy Péter, azt állítottad, hogy ez egy olyan krízis, ami nem oldódik meg, hanem át kell állni erre majd a végén, ha egyáltalán van ennek vége. Én ezzel szemben picit azt merem állítani, hogy minden jobb krízisnek ez a következménye. A krízis után valami olyan új keletkezik, amire azt mondjuk a végén, hogy tulajdonképpen milyen jó volt ez a krízis, mert felnyitotta a szemünket, megtanított bennünket valami olyan újra, amire addig nem is gondoltunk. Majd az a csúnya mondás, ami azt tudom mondani, hogy ezt a jó kis válságot el ne szalasszuk már. Tehát ez visszarímel arra, hogy a válság ugye egy kihívás, egy lehetőség, amit hát te tudod a legjobban a kínaiak mondanak. A kérdésem egészen pontosan úgy hangzik, hogy véleményem szerint mi a jobb? A munkavállalóknak, munkatársaknak nyíltan feltárni a bizonytalanságot, vagy pozitív jövőképet adni akkor is, ha a bizonytalanok vagyunk még a jövőt illetően. Ugye ehhez tartozik az, hogy mit vezető természetesen egy válságba, főleg olyan helyzetben, mint a mostani, bizonytalanok vagyunk, hát nem tudjuk, hogy holnap mi lesz, nem tudjuk, hogy meddig tart, és így tovább. Tehát a kérdés úgy hangzik, hogy tájékoztassunk a helyzetről mindenkit, minden munkatársat őszintén. Vagy esetleg jobb, ha ezt többször, több csatornán tesszük. Megengedhető-e azt, hogy rózsaszínebbre fessük a képet, esetleg ködösítsünk? Esetleg ez káros lehet? Köszönöm, hogy vitáztál. Szerintem lehet, hogy valamit félreértettél, de attól függetlenül krízisek vannak olyanok is, amelyeknek nincsen aztán maradandó nyoma. Mondok neked rögtön kettő példát. A 2003-as SARS járvány úgy csöpört végig Ázsián, illetve a világ egy-két másik részén is, hogy valójában semmiben nem változtatta meg az életünket. Én arra utaltam, hogy ez a válság annyiban különbözik azokból, amiket eddig ismertünk, hogy ez Magyarországot egy más helyre, egy más kockázatú helyét tette, mint amilyen előtte volt. A SARS járvány ezt nem tette meg Hongkonggal sem. Én a SARS járvány idején Hongkongban voltam, én azt első kézben megtapasztaltam. Amíg tartott, addig igen, de amikor elmúlt, minden visszaállt a régibe. És mondok egy másik példát, a cunami, ami végsöpört ugye szintén a távol-keleten néhány országon, lerombolt dolgokat, aztán újraépítették őket. Tehát attól az még egy krízis volt, és nyilván van valamiféle hosszú távú következménye is, de nem az a fajta, tehát nem változtatja meg az életmódot, az életvitelt. Én erre utaltam, tehát lehet, hogy itt csúszott valamiféle. A második kérdésedre, persze nagyon jó szép dolgokat, vagy pozitív dolgokat mondani a munkavállalóknak, de ezt csak akkor szabad megtenni, ha ez igaz. Hát én mindig híve voltam a nyers őszinteségnek, tehát én nem palástolom azt sem különösebben, hogyha valamire nem tudjuk a megoldást, akkor elmondom azt, hogy nem tudjuk a megoldást, de dolgozunk rajta, hogy megtaláljuk. Itt nem az a fontos, hogy minden tudónak vagy minden hatónak higgyenek a dolgozók, mert baj, előbb-utóbb úgyis csalódni fognak, hanem az a fontos, hogy azt tudják, hogy amit mondok, az igaz, tehát ez úgy van. Én személyesen ezt az álláspontot képviselem, és inkább elmondom az igazságot, akkor is, ha ez hirtelen rövid távon negatív következményekkel jár a dolgozóknak, mint hogy valami rosy picture-t festek, és aztán később kelljen szembesülni a problémákkal. Nem vagyunk mindenhatóak, ezt nekik is kell tudniuk, és nem tudjuk mindenre a megoldást, de azt is kell tudniuk, hogy mindenre keressük a megoldást, és mindent megteszünk azért, hogy megtaláljuk. Nem tudom, ez így Köszönöm a választ. Lenne egy második kérdésem is, hogy a szabad.
Katához szeretném föltenni. Említetted azt, hogy hát van bizony néhány nyitott probléma, és jó lenne tudni, jó lenne előre látni, hogy mind fog alakulni ugye az internetes kereskedelem, vagy jó lenne tudni, hogy milyen hány csempére lesz szüksége most az őszi szezonban a barkácsolóknak. Ezzel jutott eszembe az a kérdés, hogy szükségesnek látnád-e egy külső szakember átmeneti bevonását az ilyen rendkívüli helyzetekre. A külső szakember szemével látó interim menedzser lehet-e esetleg egy jó megoldás ezekkel a problémákra? Egy külső erőforrás, egy külső interim menedzser, nevezük így, a vezetők ki nem használt és lappangó erőforrásait is tudják mozgósítani. Mentálisan megerősítik a vezetőket. Képesek lesznek a vezetők nézőpontot váltani. Hogy látod ezt? Ez a kérdésem. Le vagy némítva, Kata. Nem hallunk. Le voltam némítva, igen. Szervusz István, köszönöm szépen a kérdést, de gyorsan válaszolok, mert aztán kifutunk az időből, hogy alapvetően teljesen igazad van, teljesen egyetértek, és az interim menedzserek bevonása nagyon jó megoldás egyébként sok szempontból. Én most csak és kizárólag a saját helyzetünkre reagálnék ezzel kapcsolatban. Pillanatnyilag nekünk sokkal fontosabb volt, hogy az a meglévő menedzsment csapat, ő kapaszkodjon össze, és együtt álljuk a sarat ebben a krízis helyzetben. Én azt gondolom, hogy a mi kétgaléros munkavállalóink felé is ez adja pillanatnyilag a biztonságot. És bár egészen biztos, hogy sok mindenben tudna segíteni egy interim menedzser sok helyzetben, most én azt gondolom, hogy nekünk az nagyobb érték, hogyha mi ezt az egységet tudjuk felmutatni a munkavállalóink felé. Köszönöm szépen a választ. Lehet még egy kérdésem, Niki? Igen, igen, nyugodtan. Még egy kérdés belefér. A Gabit is szeretném kérdezni, hogy egyetértesz-e azzal a nagyon sokszor elhangzó vélekedéssel, hogy mi, a hazai menedzsment, nem vagyunk felkészülve általában. Nem vagyunk felkészítve a negatív változások fogadására és kezelésére. Amúgy a változások való virtuózás negatív hungarikum, az én véleményem szerint is. Pedig a negatívnak tűnő, hogy negatív változásokról nem kellene félni, ezzel együtt kellene élnünk, hiszen a változások révén jutunk előre, mint ezt jól tudjuk. A fejlett világ nagyobbik részén a változások feltöltik, energizálják az embereket, a vállalatokat, az intézményeket, mindazokat, akik a változástól várják az új kihívásokat. Tehát akkor a kérdésem az, hogy egyetértesz ezzel a vélekedéssel, hogy mi idehaza, mint hungarikum, nem vagyunk felkészülve. Gabi, felveszed a hangodat, kérlek. Bocsánat. Szóval kicsit időt akartam nyerni. Nem tudok erre hogyan vagy okosan válaszolni. Saját tapasztalatból talán azt mondhatnám, hogy én nagyon ritkán dolgozom csak magyar menedzsmenttel, tehát mondhatnám, hogy amúgy nem tudok általánosságon válaszolni, az én tapasztalataim alapján tudok talán, hogy kétségtelenül szeretünk így borongósabbak lenni, és kicsit a köldökünket nézegetni, és valahogy ebből így nem kilábalni, tehát ez nyilván ez nem csak stigmaként van jelen az országunkra, vagy a magyarokra nézve, hanem valószínűleg tényleg valamit nem tudunk abból a pozitivizmusból, amit egyébként ilyenkor jó lenne elővenni. De mondom, nekem ilyen tapasztalataim a utóbbi mondjuk azt, hogy 20 évben nem nagyon vannak, mert mindig vannak külföldiek is, és valahogy én magam is inkább nem mondom, hogy a határidő az nem tud a múzsám lenni, és ilyen értemben nem mondom azt, hogy a negatív dolgok azok nem tudnak sokkolni, és ezért, ahogy mondtam, újra életre hívni ilyen rejtett tudásokat.
De összességében azt gondolom, hogy általában a változás mindenkinek nehéz, és nem a negatív vagy a pozitív, hanem egyébként a Kesson betegség is valahol erről szól. A pozitív változást is le kell tudni tapasztaltan, és felelősséggel, és méltósággal emészteni. Úgyhogy tulajdonképpen nagy okosságot nem tudok erre mondani, és köszönöm szépen a kihívást jelentő kérdést, inkább csak azt, hogy ezekből, ugye, amit a Kata is mondott, ha nem tapasztalunk, akkor tulajdonképpen ott ette meg a fene. Szóval, hogyha ha abból nem tudunk építkezni, ami sokkolja az embert naponta, és akár jó, akár nem jó, de be kell, hogy építse a munkatársi szinten is, és vezetői szinten is, akkor azt hiszem, hogy nem önk jók a vállalati környezetben. Tényleg legyen az egy ugye, kisebb ilyen startup, akinek a growth mindset az a, nem tudom, abból indulnak a hétköznapban, vagy már az első pillanatban, akár egy beálltabb cégről legyen szó. Amúgy az én krédom is valami ilyesmi, hogy mindig előre kell nézni és beépíteni a hallottakat. Köszönöm szépen! Köszönöm! Péter még sokkal, hogy nagyon szívesen hozzáfűződne. Igen, még bennem ragadt egy gond, hogy milyen fontos kérdést is feszegetett István ezzel a krízis dologgal, hogy a krízis az mennyire állandó módon változtatja meg a dolgokat. Ugye, sokszor olyan kríziseket, mint például ez a mostani, is úgy fogunk föl, mintha egy bombázás lenne, vagy egy hurikán, bevonunk a pincébe, megvárjuk, míg elmegy a baj, aztán kimegyünk újra, és folytatjuk tovább. És hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha ezt így fogjuk föl. Mondok egy példát, akarjuk-e, vagy szabad-e finanszírozni ezt a turisztikai struktúrát, vagy a turizmusnak ezt a struktúráját, úgy, hogy abban bízunk, hogy majd amikor elmúlik időzőjelben ez a válság, akkor majd újra tele lesznek a szállodáink. Vagy szabad-e azt sugalnunk, hogy mondjuk a vakcina lesz mindenre a megoldás, és itt a megoldást abban az értelemben mondom, hogy ha beoltja magát mindenki, akkor minden mehet a régiben. Mert valójában én azt gondolom, hogy nem fog menni minden a régibe, akkor sem, hogyha a vakcina megjelenik. Tehát az is csak egy lépés lesz afelé, hogy a kicsit könnyebben tudjuk kezelni ezt a helyzetet, de nem valami végső megoldás, mint ahogy sokan sugallják, hogy itt aztán, és pont erről van szó, hogy ha beoltjuk magunkat, akkor majd minden úgy megy tovább, mint régen. Vagy amikor sok, főleg budapesti turisztikai vállalkozás, hiszen a turizmus Budapesten sújtotta leginkább ez a járvány, azt kéri, hogy segítsen mondjuk az állam, hogy fenntartsa a jelenlegi struktúráját, mert majd, ha elmúlik a válság, akkor ők újra életképes vállalkozások lesznek. Hát honnan tudják? Hát honnan tudják, hogy oda megyünk vissza, ahol voltunk, hogyha idézőjelben elmúlik a válság. Tehát ezért nagyon fontos, amit az István mondott, hogy egyáltalán nem, valójában megváltozott a világunk, és mindenféle döntésünket ez befolyásolni, kell, hogy befolyásolja. Mert különben nagyokat tudunk hibázni. Köszönöm nektek a kiváló záró gondolatokat, aztán mindenkit ezekkel az elgondolkodható kérdésekkel fogunk útjára bocsátani. Nagyon szépen köszönöm Tündének és Istvánnak, hogy csatlakoztak hozzánk, és ennyire hasznos kérdéseket hoztak, de végén teljesen belemelegettünk ezekbe a filozófiai és egyébként is nagyon kézzelfogható és hát most nagyon aktuális kérdésekben. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek az értékes beszélgetést, és nagyon köszönöm a nézőink idejét is, és hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy hasznos tanácsokkal és jó gyakorlatokkal lettek gazdagabbak, amiket szépen be tudnak majd építeni a mindennapok során. Úgyhogy köszönöm szépen Gabinak is, Katának is, és Péternek is, hogy velünk voltak.
További szép estét kívánok nektek, és még annyit hagyd mondjak el, mielőtt még elbúcsúznék mindenkitől, hogy jövő héten ugyanebben az időpontban a HR szakmai kihívásokról fogunk beszélgetni, és az innovatív HR megoldásokat fogjuk görcső alá venni beszélgetőtársaimmal, akik esetben majd Szélhajnalka lesznek, az Ocean Magyarország Kft. Országos HR igazgatója, Kreiter Éva, a Dréhel Sörgyerak HR vezetője, és Varga Csaba, a Danubius Hotels Group HR igazgatója. Bízunk abba, hogy velünk tartanak akkor is. További szép estét kívánok, minden jót, és vigyázzanak magukra!